Thank you.
éppen most vonultak el a szüreti felvonuláson a gyerekek, hogyha visszaemlékszik arra, régen is hasonló módon vonultak végig a falun? Hasonlóképpen, igen, csak akkor lovaskocsin ültünk. És ugye az iskolás gyerek is a kocsmáros kocsin és énektóval vonult itt a utcán végig. Hány éves korosztály az, aki részt vett régen a szüreti felvonuláson? 10 fölött, 10-től 20-ig tulajdonképpen. Ilyen iskolás gyerekek nem. Tehát nagyobbak gyerekek voltunk már. Mi volt a lényege a szüreti felvonulásnak? Mikor kezdtek rá készülni? A fölhajtás volt a lényeg, meg a szüret. Hát a szüret volt a lényeg mindenkor. És hát annak az ünneplése. Alkalom nyílt ilyenkor, hogy a fiúk és a lányok ismerkedjenek? Hogyne, hát ki volt jelölve előre már a pár, hogy kikének a párja, meg hogy ki a ugye megköblet beszélve, és akkor meg kellett hívni azt a hölgyet a bizonyos posztra. A kocsik, volt elegendő kocsi annak idején Hartyánon? Akkor még sokkal kevesebb kocsi volt, nem úgy, mint most, hogy ilyen szebbnél szebb lovak, mint ami most is jön, ez a kettő, hát ilyen nem, ritkaság volt. Hát a gazdáknak, amik voltak, ezek az igavonók, szekerek azok, de ilyen gyönyörű lovak nem voltak. A felvonulást követően bál volt? Hogyne, ott minden alkalommal, persze, az üreti bál, feldíszítve a szőlős figurákkal, sallangokkal, az megvolt. Úgy, mint hasonlóképpen ez a gyerekek, csak boroshordó volt fönn, meg csap volt a kocsin. Boroshordó, valóban bor is volt benne? Kis hordó volt. Mennyire volt az jellemző, hogy a mulatság az akár éjfélig is, vagy tovább is tartott? Nem, a 10 óránál tovább nem tartott. Persze, 10 óráig volt, és akkor záróra volt. Akik részt vettek a szüreti felvonuláson, külön-külön a kocsmákban mentek, régen mindenki a maga helyére, vagy együtt volt? Minden kocsmának meg volt a szüreti bágya külön-külön. Tehát eddig sem vegyült a másikkal. Ez független volt a Béla kocsma, a Senk kocsma, meg a Lenk kocsma is. És ez mindig egy önálló, hát most nem is egy vasárnap volt, hanem változó volt. A ruhákat hogyan készítették? Hát akkor még a házilag készítették a rakott szoknyát, meg a piszkírozott gatyát is, ugye a bőszárút. És gondolom, hogy megőrizték a következő évre. A szüreti felvonulás a lányok életében mit jelentett régen? Hát, voltam különben én is győz lány, úgyhogy hát nagyon boldogok voltunk akkor. Hogyan zajlottak ezek a szüreti felvonulások? Hát, bár nem is nagyon emlékszünk rá, igaz? Kocsmából kezdődött. Igen. És úgy körbe mentünk.
Nagyon szép ruhánk és volt, akkor, a pártársam. Akkor még a párunk eljött oda vacsorázni. Igen. Úgyhogy... A születi felvonulás után? Után. Igen, után, utána. Vacsorára, igen. Utána. Ahogy hallottam, mindenkinek megvolt minden bandának a maga kocsmája. Melyik kocsmába jártak régen? Én a Senk kocsmába. Lenkához. Tehát Senk kocsma és Lenka kocsma, és miben különbözött a kettő? Hát, itten állítólag az iparosok voltak. Ott meg a, gazdagabbak, a Béla kocsmában meg a szegényebbek. Úgyhogy... A ruhákat hogyan készítették? Hát fehér vászon volt, és fél centis rakása voltak lerakva. Nagyon-nagyon szépen volt csinálva. Ahogy elhangzott, itt pártát is hordtak a lányok. Mindent saját maguk készítettek? Én nekem igen. Virágból volt nekem már akkor. Tehát volt, aki vette, volt, aki maga készítette? Ilyen daszparátuszból, meg ilyen kis muskátli virágok voltak beletéve. Emlékeznek arra, hány évesek voltak, amikor az első születi bálon részt vettek? Hát én 13, 14. 14. 14. Ugye itt most a sor elején az egészen picik mennek, és a dédunokákat nézik, ahogy ott az elején 5-6 évesen vonulnak. Ez jellemző volt régen? Hát én arra nem emlékszem. A picikre nem emlékszem. Olyan picik nem voltak. Csak már nagyobb csőzlányok iskolások voltak. Sőt, még akkor még annak 18 évesek voltak, még ilyen nagyobbak voltak. Mi volt a legjobb a születi bálban? Mit képzeljünk el? A tánc, a mulatság, vagy a felvonulás? Hát a felvonulás után a mulatság. Persze. Hogyha vissza lehet emlékezni, ez a kellemes élmények közé tartozik? Hát, az biztos. Az biztos. Szép dolog. Szép volt. Hát más lehetőség nem volt akkor. Csak ilyen születi bál, búcsú alkalom. Akkor volt bál, ugye? Persze. Pünköst. Farsankor, pünköstkor, búcsúkor. Ez lehetőség volt arra, hogy ismerkedjen az ember? Persze. Igen. És az előbb én itt hallottam, hogy már előre megvoltak a párok, hogy ki kivel fog táncolni. Ez hogy történt? Hát a férfi fiú hívta a lányt párnak. Igen. És akkor azt hívta vacsorára is a családhoz haza. És a lány mondhatott nemet, vagy ez természetes volt, hogy olyan fiú hívja, akinek igent mondjon? Nem igen mondtak. Nemet. Nem igen mondtak. Mert örültek akkor, hogy hát ő csőzlány lehetett. Ahogy látom, éppen az unokája mellett ül. Milyen érzés a születi felvonuláson így részt venni? Hú, hát ez külön öröm. Bár szerettem volna, ha ő is beöltözik csőszlegénynek, de még kicsi rá, majd jövőre. Úgyhogy anyukaként végigcsináltam, most már mamaként. Nagyobb öröm. Az előbb, ahogy beszélgettem idősebb emberekkel, azt mondták, hogy régen a születi felvonuláson a 10-nél idősebb korosztály vett részt. Az iskolásoknak, a kicsiknek ez milyen élmény? Hát szerintem óriási ezeknek a kisgyerekeknek, sőt, mint láttuk, óvodások is vannak már, de legalább ilyen nagy a szülőknek, úgy gondolom, mert végig ott mennek a gyerekeik mellett, hogy ők most ilyen szerepbe beöltözhettek, és egymás mellett végig vonulhatnak a falun. Ma őket ünnepli egész Hartyán, szerintem. Ha visszagondolunk arra az időszakra, amikor általános iskoláskorú volt, akkor milyen volt a születi felvonulás? Hát én kimaradtam belőle. Tehát az én időmben nem volt születi felvonulás. Tehát én nem is emlékszem rá, hogy gyerekkoromban volt. Később volt próbálkozás, amikor az ifjú korosztály vett részt.
Megálltunk egy kicsit, mert táncolnak a gyerekek, de ilyen középiskolás korosztálynak volt felvonulás, a tőlem 3 évvel fiatalabbaknak, az én időmben ez nem volt. Előttem is volt, utánam is volt, de akkor nem. A szüleivel biztos, hogy nagyon sokat beszélt arról, mit jelenthetett számukra az, hogy szüreti felvonulás? Hát szerintem sokat, bár halványak az emlékek, de ők ugyanúgy élték meg ugyanolyan nagy élménnyel, mint most a mai gyerekek szerintem. Az iskolában mennyi készülődést igényel azt, hogy ez a mai nap megvalósuljon? Hát ez elég sokat, tehát már egy hónappal ezelőtt mi tervezgettünk, akkor kijelölték a gyerekek maguk között választásos alapon, hogy ki milyen szerepet töltsön be, és a ruháknak az elkészítése, kölcsönzőbe elmentek felpróbálni ruhákat, kocsikat megrendelték, lefoglalták, kocsikat feldíszíteni, szülőértekezleten vállalták, hogy süteményt sütnek a gyerekeknek mára, úgyhogy elég sok időt vett ez igénybe. Milyen szereplők vannak? Ó, hát a főszerep király és királynő, bíró, bíróné, az idén a lányok vállalkozó szellemben még udvarhölgyek is lettek, Vajda, Vajdáné, Kocsmáros, Kocsmárosné, kis létszámú osztályon van, és szinte mindenki beöltözött. És ezen a kocsin, ahogy látom, itt egy kicsit idősebbek jönnek, és megkérem az operatőr kollégámat, forduljon el, illetve hát nem az óvodás korosztály fog felszállni itt a kocsira, őket hogyan sikerült megnyerni? Hát én azt hiszem, hogy itt ők nyerték meg egymást, annyira klassz szülők vannak az osztályban, 8-os anyukák, apukák, hogy ők külön örömként élik meg ezt a mai napot, és beöltöztek. Mint látjuk, milyen szép ruhákba, sváb ruhát vettünk föl, annak ellenére, hogy ez magyaros ünnep, de mi így veszünk részt, és még a táncban is azt hiszem elől járunk, és példát mutatunk a gyerekeknek, hogy kell mulatni. Milyen érzés látni most itt a fiatalokat, hogy végigvonulnak? Jó érzés, nagyon. Szépek, én szeretem őket nézni. Emlékszik arra, amikor fiatal volt, hogy akkor volt-e ilyen Hortyánon? Volt. Volt királynő, királynő, bíró, és a nagyok, nem az iskolások, mentek a nagyok. Nagylányok, mert akik kimaradtak az iskolában, azok voltak a csőzlányok, fiúk, és minden kocsma külön tartott szüreti bált. Most, ahogy itt nézzük a gyerekeket, nagyon sokan vannak, azért Hortyánon sok fiatal volt annak idején? Volt sok. Mindig volt sok fiatal. Mennyiben volt más a szüreti bál, mint a többi? Mert akkor föl volt díszítve a kocsma, és ha levettünk egy fürcölöt, azt meg kellett fizetni. Az akkor a zenészeké volt az a pénz. Bármit levettünk az izérőparról, akkor azt meg kellett fizetni. Elfogtak, és vittek a bíróhoz. Mi volt a fizetség? Nem tudom már, pár forint. Vagy fillér, nem forint, a fillér, pár fillér. Bözsönyén, és a ruhák azok hogyan készültek? Mert most, hogyha látjuk a gyereket, gyerekek szépen föl vannak öltözve. Így voltak a gyerekek, és mindenkinek lerakva nagyon apróra ruhája a lányoknak, a fiúk gatyába, fehér ringbe és mellénybe. Ugyanígy voltak ők most itten. És akkor ugye a bíró, meg a bíró, meg a dajtékpipával
a kocsmáros, egy teher a kocsin, és ott voltak, mulattak, énekeltek a fiam. Akkor voltak, hát király, király, ne, hát ugye minden, ugyanúgy, mint ez, itten. Itt most éppen mögöttünk a zenekar játszik. Hány zenekar volt akkor Hartyánon? Három, de nagy zenekar, sokan voltak, 12-en. Gazdakőr, hogy is a gazdag, öreg bandának azt mondták, a Senk banda és a Béla banda. Ez így volt meg ugye, a zenészek. A születi felvonulás után a bálok, azok a kocsmákban zajlottak. Mennyi ideig, emlékszik arra, Bözsi néni? Hajnalig. Este, mikor szület volt, akkor a lányok elvitték a párjukat vacsorára. Addig a lányos szülők készítették a vacsorát, hogy oda ment a fiú vacsorázni. És akkor éjfélig, egy óráig, két óráig, addig, ameddig volt ott vendég, addig ott ők is ott voltak. Thank you.
Nagy előkészületek voltak, mindenki nagyon bezsongott, aztán így mentek a ruhakölcsönzések, meg a szövegírások. Azt hiszem, egész különleges feladatot kaptál, kisbíró lettél. Miért pont lányra esett a választás? Hát ezt kitalálta egy anyuka, én meg úgy gondoltam, hogy elvállalom, mert miért ne. A szöveget kiállította össze? Én meg a kincső. Mire figyeltetek? Mi az, amit beleszőttetek? Hát ezek a tatik-tetikos igék, és hát az ilyenekre. Mire hívtad föl a közönség figyelmét? Hát nem tudom. Hát a királyi párra, meg a mulatságra, a vigasságra. Ahogy elnézem, te fiú ruhában vagy, tehát nem tudod azt mondani, hogy milyen beöltözni bírónénak, vagy ilyen nagyon elegáns ruhában, de mögötted a lányok nagyon feszítenek. Nem sajnáltad, hogy a bírói szerep jutott neked? Egy kicsit sajnáltam, de úgy gondoltam, hogy ha már elvállaltam ezt a szerepet, ez ezzel jár. Lányok, milyen érzés fönnülni a hintón? Mennyit vártatok erre? Hány évet? Hát 8-at vártunk erre, de nagyon jó érzés, és örülök. Mennyi előkészület van ebben? Elég sok, igen. Mit kellett csinálnotok? Hát, forrászhoz menni, igen, ruhát bérelni, sminkeshez menni, meg ilyesmik. Azon kívül, hogy tíz szépek legyetek, a szerepeket hogyan osztottátok föl? Igazából mindenki szeretett volna valami lenni, és a királynőt kellett egyedül megszavazni, hogy ki lett, és így lett a Dórára a választás. Mit jelent számotokra az, hogy most nyolcadikosként itt vagytok, és ez az utolsó alkalom? Hát ez szomorú, de nagyon jó egyben. Sajnos nem lesz több ilyen, de nagyon örülök, és jó érzés így itt lenni.
egyszer, hallgassunk együtt zenét. Feltett egy lemezt, mint kedve, bár nyomban roppan a szél. Egy lett az ötlet a tette, ráküldet kettére ment. Erre egy új példány tett fel, mert ebből többen is ment. Van lép, már is tök szép a nyár. Akinek a szeme fekete.
Televízió. Önökért vagyunk.